A szőke nő meglátogatja férjét a börtönben. Mielőtt távozik, azt mondja a börtönőrnek. Nem kellene így agyon dolgoztatniuk a férjemet. Teljesen ki van merülve. A börtönőr nevetve válaszol. Most viccel, hiszen a férje csak eszik és alszik, és a cellájában van egész nap. Hát ez nem igaz, kontrázik a szőkenő. Most mondta nekem, hogy már hónapok óta egy alagutatásnak. Egy baráti társaság táborozni indul, ezért felosztják a feladatokat, tennivalókat egymás között. Az egyik szőke leányzónak jut az ellátó funkció, neki kell a főzéshez szükséges dolgokat összeszednie. Minden rendben is zajlik, estére tábort vernek, és nekiállnak főzni. Vagy inkább csak nekiállnának, mert a gyufák valamiért nem akarnak meggyulladni, hiába próbálják végig az egész dobozzal. Ekkor előveszik a felelőst, aki így kezd mentegetőzni. Tényleg nem tudom, mi lehet az oka. A gyufák biztosan jók. Mielőtt elindultunk, kipróbáltam minden egyes darabot. A szabálytalanul közlekedő szőke nőt megállítja a rendőr, majd azt mondja neki. Hölgyem, ezért a szabálytalanságért 20 000 forint helyszíni bírságot kell fizetnie. Mire a nő? Úgy látszik, szerencsés napom van. Képzelje, tegnap ugyanezért még a jogosítványomat is elvették.